Ez Ugocsának a nyelvhatár széle, ami érdekes település, mert a neve most is Szászova, tehát Szászfalu. Legenda szerint a Nyalávárba élő Szász lovász kapta a település földjét, ahol letelepedett, és majd családjával és utódaival megalapította a falut, de kihalt a tatárjáráskor, és ugye IV. Béla idején ide ruszinok költöztek, és ez egy abszolút ruszin többségű falu, egy-két magyar család van benne, és ők kerestek meg, amikor az óvoda programról elindult a híranyag, hogy tervezik, s lesz, és az óvoda program második ütemébe be is vettük. Az óvodát egyébként a nagy árvíz után építették, és azt gondolom a falu már akkor megtapasztalhatta a magyar állam segítőkészségét, ez is hozzájárult ahhoz, hogy itt nyitottak a magyarság iránt. Ez a vidék egy vegyes lakosságú vidék, de soha nem voltak mély ellentétek, és azóta az óvoda, az árvíz óta bizony igen nagyra sikeredett, tehát a tervezés szempontjából nem egy racionális épület, sok ablakkal, amik összeszáradtak, és nagyon hideg volt télen az óvodákban. Egy magyar óvodai csoportot nyitottak, alapszabályt módosítottak, mi pedig támogattuk abban, hogy a körülményeket javítsuk mindenki számára. Nagy öröm, hogy itt is van egy vegyes tanítási nyelvű csoport, hiszen csak úgy marad meg a magyar nyelv, hogyha egymás kultúráját tiszteljük. Ebben éppen a többségi tiszteli a magyarok kultúráját, ami hozzásegíthet ahhoz is, hogy ez a nyelvi fejlődés megmaradjon.